Elnézést! Bocsánat! Elnézést! Semmi van. Bocsánat, hogy valami. Bocsánat. Elnézést, tényleg nem akarok türelmetlenkedni, de nem kezdhetnénk végre? Ugye persze, természetesen, a legnagyobb örömmel állok rendelkezésünkre. Elnézést, doktor úr! Doktor, ugye? Tehát most így szólíthatom doktor úrnak, ugye doktor úr? Na, doktor úr, nekünk talán sokkal könnyebb lenne, ha de csak esetleg, persze, csak akkor, ha ön is úgy gondol... Jó van már, ezzel bocsánat! Adja már ezt az örökös bocsánat kérést! Csak gondoltam, van valami céljuk, valami elképzelésük, nem csak úgy üldögélnek itt. Van, persze! Hát, csak nem akarnak róla beszélni. Ja, hogy nem. Akkor mi az akadály? Elnézést, doktor úr, csak tudja, hogy is fogalmazzak, az e fél emlékben elég ügyetlen vagyok. Miféle égben, Dorek úr? Hát ezért, na. Tehát, hogy beszélni. Tehát az ilyesmikről. Nem szokásom csak úgy összehordani mindenfélét. Maga asszonyom? Én. Mit mondjak? Gőzöm sincs, hogy hol kezdjem. A drága nejemnek fogalma sincs, hol kezdjem, a lejáratásomat úgyis csak ezt akarja. Jé, ez már előre tudja, hogy én mit akarok. De jó, persze mindig mindent jobban tud. Maga tudja, hogy mit akar a férje? Hogyne, valahogy átvészelni a következő másfél órát. Na a felség itt van, és állítólag a nejem segíteni akart. Hagyják meg, de őszintén biztosan ide akartak jönni? Hát... Elnézést, doktor úr! Csak tudja, na, hogy is fogalmazok, ide jövett az autóban egy kissé... Iszonyatosan összeveszünk ezt, hogy mi magasnak a lakosan jövő, mert ilyen feszült az asszony. Mindenki megy a maga útján, ki lehet látni, és ez így megszoktuk már, ki erre, ki arra. Igazán van, Valentin. Jöjj. Kivele bátran? Elmennek valaki máshoz, vagy itt maradnak, vagy nem is tudom, te nincs harapka közben, meggondolták magukat, csak hogy... Ha már egyszer itt vagyunk, itt is maradunk. Na jó. De vagyis? Ez a férjemnél azt jelenti, hogy igen, persze, de nekem semmi közöm az egészhez. Mert hogy ez az ő életfilozófiája, kvázi ez a naja. Persze, maradjunk, ettől talán az asszony is megnyugszik. Tehát, eljöttek hozzánk, ketten együtt, kedves Joanna Dorek, igen. Kedves Valentin Dorek. Hangsúlyozom, közösen határoztak úgy, hogy hozzám jönnek. Hát. Ugye telefonon megbeszéltük, hogy a mai találkozásunk után eldöntik, hogy a későbbiekben is igénybe veszik a szolgáltatásaimat. Jó, minden esetre nagyon örülök, hogy engem választottak. Tudom, hogy nem volt könnyű döntés, hogy így együtt jöjjenek, de hát lámos, hogy mégis itt ülnek, már miért, hogy itt és ott. Bármilyen problémás is a kapcsolatuk, finoman szólva, no, mit bizonyít ez? Nem többet, sem kevesebbet, mint hogy mindennek ellenére mégiscsak összeköti magukat valami. Én nem tudom megmondani, meg nem is akarom, hogy milyen szoros ez a kötelék, vagy mire elegendő. Úgyhogy ne várják tőlem, hogy eljátszam a döntő bíró szerepét.
Én nem fogok tanácsokat adni, hogy mit csináljanak, mit csináljanak, ha csak a lelküket ki szeretnék önteni, akkor rajta tessék, minden csak is magukon, kettőjükön múlik, ha valami változtatni szeretnék. Azért csak rajta múlik, ugye? Csak kettőjükön. Igen, igaza van, azt mondjam, azért csak is magukon, kettőjükön múlik. Természetesen az is csak is magukon, kettőjükön múlik, hogyha valaminek szeretnének véget vetni. Mert áll újra kezdeni. Én megteszek minden tőlem terhetőt, hogy minél könnyebben rájöjjenek, hogy mit is akarnak valójában. Előfordulhat, hogy nem ugyanazt akarják, a cél természetesen az lenne, hogy mind a ketten ugyanazt akarják, és aztán így szép lassan majd eldönthetik, hogy hogyan tovább. Na ez az, ami érdekelne minket. Én megpróbálnám kibogozni, hogy mi köti össze magukat. Az összhangot, az egyetértést emelném ki, nem az ellentéteket, tehát először a fényt, és nem az árnyékot. No, de az első és legfontosabb kérdésem azonban az lenne, hogy ideális esetben mit remélnek ettől a tanácsadástól? Kezdhetjük önnel, asszonyok? Igen. Mit gondol a férje, mikor lenne elégedett ezzel a tanácsadással, és mikor jelenteni ki azt, hogy megérte eljönni? Miért nem kérdezi meg egyenesen őt, ha már véletlenül erre kószált? Így jól szórakoznánk. Őt is meg fogom kérdezni, most azonban az érdekel, hogy maga szerint a férje mikor lenne igazán elégedett? Ő igazán elégedett? Hát... ha a napnál világosabban kiderülne, hogy ő egyszerűen hibátlan. Sőt, ő maga a tök. Te most miről beszélsz? Nagyon jól tudod, sőt, te tudod a legjobban, hogy azért... egyáltalán nem vagyok tökéletes. Na, hogy tudom. Én aztán csak tudom. Nem, te nem. Ennek fogalma nincs semmiről. Ez nettó abból indul ki, hogy ő maga a tökény. És szentül hiszi, hogy minden mehet tovább, ahogy eddig. Marad minden, ahogy volt. Élhet, ahogy eddig. Na, ez lenne neki itt a legjobb eredmény. Akkor aztán elmondhatja, hogy hú, hát igen, ez nagyon-nagyon megérte. Ez nincs így. Így van, mert te érdekelsz tovább, ahogy eddig. Én meg elájulhatok a boldogságtól, hogy az ő szeretett hitvese lehetek. Vagy a hitvese, akit egyszer régen talán szeretett. Mert most mi vagyok én neki? A gyerekei anyja napi 24 órás szolgálatban, mert ott csak ennyit lát belőlem, már ha egyáltalán észrevesz. Ez nem igaz. De így van, mert te érdekelsz tovább, ahogy eddig. Ja, de az egyébként teljesen természetes neki, hogy én leveszem róla a család gondját, mert a többi terhet is. Mert ha nem vetted volna észre, leveszem már a válladról, hogy úgy mondjam, a mindennapok termét. Már ha véletlenül arra téved egy-egy. Nagyon jó, remek. Örökül magától is azt kérdezem, maga szerint a felesége mikor lenne elégedett ezzel a tanácsadással, mikor jelenteni ki ő, hogy megérte eljön? Hogy mit jelentene ki, hogy megérte, hogy ő ezt mondaná? Na jó. Hát, ha jól utána gondolok, ha mindenben élennék a bűnös, akkor biztosan megérné neki. Ha térden csúsznék előtte, és azt hajtogatnám, drágám, bocsáss! Na, ez soha nem fog megtörténni, azt tudni. Te soha az életben nem fogsz arra betemedni, hogy azt mond nekem, hogy drágám. Már elnézést, a férjem száján ez ki nem jön, hogy drágám. De ha mégis azt mondanám, hogy drágám, bocsáss meg! Most sem vagyok soha, hogy bocsáss meg! Jó, na persze! Nem szoktam gondolni, hogy Jó. Befogtam a számat, olyan a hülyeségeidet, mondjam. Szóval ha azt mondanám, drágám, bocsáss meg! Na. Mától minden másképp lesz. Ki nem látszom a munkából. De én, hogy láss, kivel van dolgod, leveszek rólad minden terhet. Lát, tudod mit? Átveszem a közös dolgaikat. Sőt, megcsinálom a te dolgodat is, na akkor aztán élhetsz úgy, ahogy akarsz. Számára ez volna az igazán jó eredmény. Elértél, nem is rossz, enyém a munka, ővé az élvezet. De az összes, azok is, amik egyébként nekem járnának. De nem kell, ha kell a francnak, vigyél, nem kell. Nekem nem kellenek a te úgynevezett élvezeteid. Szerintem jobb, ha most nem hozzuk elő ezt a témát. Jó, ha tudja a doktor úr, hogy pillanatnyilag nem vagyunk épp a toppon. Nem fogja elhinni, Börek úr, de azok a párok, akik eljönnek hozzám, általában nincsenek toppon. Azt mondjam, akkor most hallhattam, mit mondott a férje. Akkor maga szerint, mikor lenne ez a tanácsadás valóban sikeres? Mikor jelenteni ki ön, hogy megérte eljönni? Joanna, nem bánnám, ha a változatosság kedvéért egyszer az életben végig gondolnád, hogy mit beszélsz, jó? Valóban sikeres? Őszintén szóval fogalmam sincs. Pillanatnyilag fényévekre vagyunk a sikertől. Nekem már az is elég lenne, ha belőnék egy jó irányt, és el tudnánk indulni arrafelé. Én már azzal is elégedett lennék. Na, mi lenne ez a jó irány? Az övé! Jaj, hogy ezt pont ő mondja, amikor fogalma nincs, hogy merre van az arra. Azért engedjék meg, hogy gratuláljunk a vitakultúrájukhoz. Összeszokott kis csapat a maguké. Túl egymásnak esnek, de azt legalább színvonalatlan teszik.
Köszönöm. De figyelmeztetem, előfordulhat, hogy a vitakultúránk veszít a színvonalából. Ahogy is a fényen elkezd személyeskedni, akkor a színvonal mélyen a tengerszint alá süllyed rohamosan. Ó, a színvonal nálunk nem lehet elég mélyen. Az ember azt gondolná, hogy már nincsen lejjebb, de a feleségemnél azért még mindig van lejjebb. Na jó, akkor most lezárhatjuk ezt az első kérdést. Dorek úr, akkor maga szerint mikor lenne ez a tanácsadás valóban sikeres? Mikor jelentenék ki ön, hogy megérte eljönni? Béke. Béke.